Az István Király általános iskola diákjainak már nem szükséges az Alba Innovárba látogatni, hogy tanulmányozzák a robotikát, a saját okos tantermükben is meg tudják ezt tenni. Az intézményben a képes program keretében valósulhatott meg az okos eszközökkel felszerelt terem. Az egyes tantárgyakat nem lehet másképp tanítani egy mai tanuló mai eszközökkel. Tehát nem fog a hagyomány, csak a hagyományos módszerekkel, csak a frontális osztálymunkával, hanem a páros, illetve a csoportmunka, és megsegítve az informatika, a tablettek és annak a programjaival, az egyes szoftverek segítségével közelebb hozni a külvilágot, élményszerűvé tenni a gyerekeknek. Az okos tantermet még tavaly adták át, de az eszközök használatához a pedagógusok felkészítésére volt szükség. Az Alba Innovár munkatársai fél éven keresztül minden héten segítették a tanárokat, hogy elsajátíthassák azt a tudást, amely az eszközökkel való oktatáshoz szükséges. Minden szülő többet szeretne elérni a gyerekével, mint ami saját maga. És a 21. században vagyunk, és mi igazából az Alba Innovár azért jött létre, hogy ezt az egész átmenetet segítse. Tehát a digitalizáció az nem egy lehetőség, nem egy alternatíva, hanem ez egy integrált része kell, hogy legyen a mindennapi életnek, a társadalomnak és a gazdaságnak is. Így az iskolának is. Iskola nincsen digitalizáció nélkül. Ősztől számos tantárgyat az informatika segítségével tanítanak majd a pedagógusok. A tábla, a laptopok, a tabletek, a robotikával kapcsolatos eszközök értéke 15 millió forint.